Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a TV Ajka híradóját látják június 1-én, szerdán. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Hősök napja Magyar Polányi Passió Gyermeknap Több helyszínen is megemlékeztek városunkban a hazáért elesett hősökről május utolsó vasárnapján. A Hősök Napi Központi Ünnepséget a KDNP Ajkai Szervezete rendezte a templomdomból lévő emlékműnél. Réder Sára fuvola játékkal, balirék a versrészlettel, Kanyárné Grünwald Petra pedig népdalokkal elevenítette fel a dicső múltat és a bátor hazafiak szellemét. Az ünnepi műsort követően Harrak Péter, a kereszténydemokrata néppárt alelnöke, a KDNP parlamenti frakció vezetője mondott beszédet. Az ünnepi beszéd után helyezték el a koszorukat a megjelentek az emlékmű talapzatánál, majd Östör Dániel lelkész imát mondott az elhunytak lelki üdvéért. A megemlékezés az Ill zárult, török barna előadásában. Bakongyepesen a 2008-ban állított emlékműnél tartották a helybeliek a megemlékezést a Hősök napjáról. A két világháború pusztításaira és borzalmaira visszaemlékező áment Márton elmondta, hogy a harcokat nem csupán a katonák, hanem az otthon maradottak is megszenvedték. Rettektek, hogy mikor kapják szeretteik halálhírét. A fiatal férfiakat besorozták katonának, így a mezőgazdasági munkák az asszonyokra, az idősekre és a gyermekekre maradtak, akik erejükön felő küzdöttek a megélhetésért. A polgári lakosság soraiból a II. világháborúban hárman haltak hősi halált, amikor magyar polányból az oroszok kilőtték a gyepesen lévő német katonákat. A katonák soraiban nagyobb volt a veszteség. Az első világháború 12, a második hét hősi halottat követelt. Az ünnepségen Bánhidi Alexandra és Rába közé Jánosné verset mondott, közreműködött a nyugdíjas klub énekkara Gröberné Adorján Renáta vezetésével. Tiszteljük és őrizzük a múltunkat, hiszen abból épül a jövőnk, jelentette ki Puskás Károly önkormányzati képviselő Csékuton a Hősök napi megemlékezésen. A háborúk borzalmai az asztalt élők lelkében életre szóló nyomot hagynak. Csékuton a legtöbb család veszített el hozzátartozót a két világháborúban. Vannak családok, amelyekben az apa és a fiú neve is szerepel a hősi halottak emlékművén. Szépszorító érzés olvasni a névsort. Ma még vannak köztünk olyanok, akik átélték a borzalmakat, akár a fronton harcoltak, vagy itthon álltak helyt, végezték a nehéz fizikai munkát azért, hogy gyermekeiket tisztességgel felneveljék. A vasárnapi megemlékezésen a Padrakuti Iskola diákja Belloni Levente mondott verset, közreműködött a Jubilátenői Kar. Padragon szintén megemlékeztek a hősökről. Ezen az ünnepségen is Puskás Károly mondott beszédet, valamint Ligetfalvi Dóra, Magvas Anna és Bellé Reszter szavalt. A jubiláte női kar katonadalokat énekelt, majd akárcsak a többi megemlékezésen koszorúzással zárult a rendezvény. Szombaton befejeződött a Magyar Polányi Passió sorozat. Három hétvége alatt összesen hét alkalommal léptek közönség elé a szereplők. Az előadásra több mint 2000 néző volt kíváncsi. Ebben az évben az időjárás is kegyeibe fogadta a szervezőket, mert egyetlen bemutatót sem kellett eső miatt elhalasztani. A Pataki András rendezte darabban a falu apraja nagyja összesen 120 szereplő vett részt. A passió játékot tavaly öltöztette új köntösbe a Soproni Petőfi Színház rendezője. Teljesen megújult a zene Szarka Gyula, Gimes Együttes billentyűse jóvoltából, újak lettek a díszletek, a koreográfia, a szövegkönyv, sőt változott a szereplők nagy része is. A darabban mindössze két hivatásos színész vett részt, a Jézust alakító Horvát Andor és az ördögöt megjelenítő Lang Rudolf. Mária szerepében a helyi pékmestert Nardai Anitát, Pilátusként a polgármestert Gröber Józsefet láthatta a közönség. A Gröberni Adorján Renáta által vezényelt énekkar gerincét a Magyar Polány hangja vegyeskar és a Magyar Polányi dalkör alkotta, amit az Ajkai Pedagógus női kar, a Borostyán férfi kórus, a Jubiláte női kar, valamint a Borsos Miklós általános iskola gyermekkórusának lelkes tagjai egészítettek ki. A teljesen újra gondolt előadás azok számára is élmény volt, akik a korábbi években már látták a darabot Magyar Polányban. Május utolsó vasárnapján gyermeknapon rendezték meg városunkban a Pöttön polgárok ünnepét, imáron negyedik alkalommal. Az ünnepségen résztvevő legifja bajkai polgárokat 40 ezer forinttal támogatja az önkormányzat. A polgármesteri köszöntő után a babák apró kezéről festék lenyomat készült, amelyet az erre az alkalomra tervezett egyedi diplomán örökítettek meg. Az oklevél igazolja, hogy a város polgárává fogadták a csöpséget. A Pöttön polgárok ünnepével egy időben a nagyobbakról sem feledkeztek meg a Szabadidő központ munkatársai. Számos kreatív foglalkozás és élmény várta a gyerkőcöket. A légváron túl kisvasút, óriás buborékparti, csillámtetkó, arcfestés, fajátékok, kosárkörhinta, logikai feladványok és kézműves sarok is gondoskodott a jó hangulatról. Az Ajkai Képzőművészeti Egyesület standjánál agyagozhattak és kagylóra festhettek a gyerekek. A művelődési ház és a szomszédos üzletház közötti területen pedig az Avarajka Kft. mutatkozott be a családoknak, akik a szelektív hulladékgyűjtés mellett a komposztálás lépéseit és a kommunális hulladék útját követhették nyomon. Közben a Platina táncstúdió mozgalmas műsorral örvendeztette meg az Agóra közönségét. Este hattól az Abszalma Zenekar vidám koncertje zárta a mulatságot. Gyermeknap alkalmából az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ is rendezett ünnepséget a velük rendszeresen kapcsolatban álló családok számára. Az intézmény udvarán a családgondozók körjátékokkal derítették jókedvre a gyermekeket, majd Kupi Andrái igazgató köszöntője után a szülők és csemetéik egy sorversenyen közösen oldották meg az ügyességi feladatokat. Minden résztvevő kis ajándékban részesült. A játékokat követően a korábban meghirdetett Családom és Én című rajzverseny eredmény hirdetésével folytatódott a délután, ahol rengeteg remek alkotás közül kellett kiválasztani az intézmény munkatársainak a legjobbakat. Iskolás és óvodás kategóriában az első helyezettek oklevelet, illetve tortát kaptak, a dobogó második és harmadik fokán pedig oklevéllel és ajándékokkal jutalmazták a versenyzőket. A többi résztvevőről sem feledkeztek el a családgondozók, akik apróbb meglepetésekkel gazdagodtak a díját adó után. Az óvodások közül Orsós Dóra munkája tetszett leginkább a zsűrinek, másodikként Berki Krisztián alkotását értékelték, a harmadik legszebb pedig Berki Patrik művelett. Az iskolások versenyében Berki Dominik, Orsós István és Molnár Regina jeleskedett. Kálmán Eszter Panna rajzát külön díjjal jutalmazták. Igazi majális hangulatot láthattak azok, akik május 29-én délelőtt a csónakázótó környékén sétáltak. A nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete ugyanis itt rendezte a 9. neves és evesz kupát, amely nagy érdeklődés mellett zajlott. Veszprémből 12 család érkezett Ajkára, nagyrészt kisebb gyermekekkel. A leterített pokrócokon önfelettel játszhattak a kicsik, a felnőttek pedig kipihenték a heti fáradalmakat. Közben az üveggyár éfi flotta által biztosított kenukba szálltak és eveztek különböző kategóriákban. Helyi családok is csatlakoztak hozzájuk, sőt a Borsos iskola diákjai is részt vettek a versenyen, így több mint 80 induló teljesítette a nagykört a tavon. Néhány versenyzőnek át kellett öltöznie, mivel a csatahevében olyan vehemensen lapátoltak, hogy csunomvizesen szálltak ki a kenuból. A gyermekcsoportban harmadik lett Kulcsár János és Petra, Pálfi, Alexandra és Németh Zsombor. Második helyezett a Mocsár család gyermekei lettek kormányos apukájukkal, Mocsár Sarolta, Emese, Koppány és Zoltán. Ebben a versenyben Nagy Levente és Vivien, Angyal Bíborka és Merhala Mercedes győzött. Az ifjúságiak népes mezőnyében harmadik lett a Lírafa, második a Kajak, és első a Team Fantázia nevű csapat. A családok versenyében a nagyobb gyermekekkel versenyzők között harmadik helyezést ért el a Bakos család, másodikat az Ajkai nagycsalád, győztes a horvát család lett. A kisebb gyermekekkel indulók versenyében a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Dalmadi Pacári család, második fokára a Pálfi család, a dobogó tetejére a Veszprémi család állhatott fel. A győztes családok kerámia szobrot vehettek át. A dobogós helyezettek csokoládét és oklevelet kaptak, de minden résztvevőnek jutott egy kisebb csokoládé jutalmul. A rendezvény végén a gyermeknapra való tekintettel 10 kg lekváros derejét főztek ki a szorgalmas nagycsaládos anyukák. Porcukorral és házi lekvárral kínálták. A szervezésben oroszlán részt vállalt Merhala Zsuzsa. Kedves nézőink! Programajánlónk előtt szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a Nagy László Szabadidő Központ által szervezett Kabóca Báb kiállítás, június 7-én 10 órakor technikai okok miatt elmarad. Június 2-án csütörtökön 18 órai kezdettel jótékonysági hangversenyt szervez a Szent István Római Katolikus Általános Iskola a Tósoki Katolikus Templomban. Fellépnek az iskola tanárai és diákjai. A belépés díjtalan. Az önkéntes adományokból befolyt összeget az épülő iskola korszerű berendezésére fordítják. Június 4-én szombaton lesz Ajka és környékének Kamondi Máté gyermek és ifjúsági tavaszi horgászversenye. Találkozó 7 óra 15 perckor a Lőrintei Horgásztanyánál. A Más Veszprém megyei egyesülete 2016. június 6-án hétfőn délelőtt fél 11-től álláskeresési tanácsadást tart a civilházban. Tanácsadó Kósa József. Június 10-én pénteken 17 és 19 órakor a Teleszterőn Színházi Műhely éles és gyors sikoly című évadzáró előadását láthatja a közönség a Művelődési Központ Színház termében, majd este fél től egy tűzperformance lesz látható az agórán. A városi bölcsödében a 2016-17-es nevelési évre beiratott kisgyermekek szülei számára szülői értekezlet lesz június 14-én kedden, délután 16 óra 30 perctől. A szülői értekezlet helyszíne a Városi Bölcsöde, a Béke utca 6 szám alatt. Kedves nézőink, mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorunkat megtekinthetik az interneten, a tvajka.hu weboldalon. Időjárás jelentéssel búcsúzom, viszontlátásra! sütörtökön általában erősen felhős lesz az ég, záporokra, zivatarokra is lehet számítani, mérséket lesz a délnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19-24 fok között alakul. Pénteken többször erősen felhős lesz az ég, a füllett időben szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a nyugati szél mérsékelt lesz, 21-26 fokra számíthatunk.